A kiállításon 8 fiatal mutatta be alkotásait. A rajzaimon a magok különösen jelképezik a különböző élet, meg lelki állapotokat, ami különböző fajta textúrával, vonalakkal van megoldva. Kombinált technikával készültek, dekollázs, ami azt jelenti, hogy visszatépni a kollázsnak az ellentéte, vagy hát igazából én nem tudom definiálni őket, mert nagyon bonyolult módon készültek. Bármennyire is egyszerűnek néznek ki. Heisler Gabriella, kiállítás moderátora és a fiatal művészek középiskolai tanára elmondta, hogy a rendezvény központi témája a rajz, vagyis a kisrajz. Az a célja, hogy bemutatkozzanak. Tehát, hogy egy teret kapjanak ahhoz, hogy a saját munkájukat kiállítsák, bemutassák, mert a kiállítás is, tehát a művészi praktikának a része. Tehát nem elég az, hogy alkossunk, hanem ki kell lépni a nyilvánosság elé, kell beszélni a munkánkról, kell sajtókkal tudni kommunikálni. Tehát ez mind valami, ami nagyon fontos szerintem. A kiállítást július 14-éig tekinthetik meg az érdeklődők.